A végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése a célja a Nyíregyházi Egyetem projektjének. Magyarország vállalta, hogy 10%-ra csökkenti ezt az arányt. Elsősorban a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség ezen változtatni a helyi igényeknek megfelelő programok kidolgozásával. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Nagyné dr. Smercer Erika, a Nyíregyházi Egyetem tanárképzési főigazgatója. Kezdjük, csókolom. Ennyire nagy probléma a végzettség nélküli iskola elhagyás? Igen, nagy probléma. Uniós pályázat foglalkozik a kérdéssel, és Magyarországon pedig 7 egyetem és az oktatási hivatal vállalkozott arra, hogy megfelelő módszert kidolgozunk, illetve tanártovábbképzéseket szervezünk, és az egésznek a mondjuk a koronája az, hogy az iskolákba be is vezetjük és mentoráljuk ezeknek a programoknak a működését. A cél a 10% alatti arány elérése, no de hol járunk most? Erre pontosan nem tudok választ adni. 16-ban, amikor a felmérés, európai felmérés készült, akkor Európában egy 2009-től 16-ig egy pozitív tendencia mutatkozott. Egy 11-10% körüli rátával dolgozott az uniós statisztika, miközben Magyarországon a 11%-ról fokozatosan emelkedett 12-re. Tehát én csak egy 16-os eredménnyel rendelkezem. A célkitűzése a projektnek pontosan az, hogy 2020-ra kellene csökkenteni Magyarországon is a legalább 10%-ra a végzettség nélküli iskola elhagyók számát vagy arányát. Ugye itt most végzettség nélküli iskola elhagyókról beszélünk, de olyan iskola elhagyókról is, akik nem fejezik be az iskolát, tehát az általános iskolában ugye itt még végzettségről nem beszélünk, de főként általános iskolásokról van szó, vagy középiskolásokról is? A programunk elsősorban az általános iskolákra készült, de tapasztaljuk, hogy az a korosztály, a 14-15-16 éves korosztály kritikus e tekintetben. A pályázat első szakaszában és indulásakor egy úgynevezett komplex alapprogram csomaggal indult. 120 órás továbbképzést készítettünk elő, és az kimondottan az általános iskolákra volt szabva. Közben valószínűleg az igényeknek megfelelően változott a célkitűzés is, és olyan programok kidolgozását is vállalhatta az egyetemünk, és meg is tettük, amelyek középiskolában is alkalmasak arra, hogy ezt az újfajta módszert népszerűsítsék, bevezethessék. Egy több éves projektről van szó, ha jól tudom, 2017-ben indult, és még nincs vége, ráadásul több szakasz, hát gondolom akkor ön is említette, hogy itt programokat kellett kidolgozni, módszertanokat kellett kidolgozni. Milyen módszertanokról van szó? Igen, 17-ben indultunk, 17 januárjában. Az első év zömében a konzorciumi szinten dolgoztuk ki a komplex alapprogram módszercsomagot. A módszercsomagnak a lényege az, hogy olyan élményszerű, tehát tartalmakkal igazából nem foglalkozunk, de olyan élményszerűvé tegyük a tanítás-tanulás folyamatát, amelyben a gyerek a maga motivációinak megfelelően, a gyerek és a pedagógus is egyaránt örömmel tanít és tanul. Azon kívül persze, hogy élményszerű és játékos a tanulás. Nagyon fontos ennek a nagyon fontos szempont ebben a módszerben, és nagyon fontos elve, hogy a gyerekeket fölkészítse a 21. század munkaerőpiaci elvárásainak. Azt jelenti, hogy projekt alapú tanítás-tanulás folyamat van. Ez mit jelent? A projekt az, hogy kis csoportokban van egy feladat, amit közösen kell kidolgozni a gyerekeknek. Mindenki felhasználhatja a saját innovációs képességét, ötleteit, bedobhatja a tudását, szerepek vannak, a szerepek szerint megszervezi a pedagógus a tevékenységet, amint elkészül a munka, a gyerekek közösen fölülbírálhatják, kritikát fogalmazhatnak meg, illetve javíthatják. Tehát egy célkitűzésen együtt dolgozik egy kis csapat. Nagyon fontos a kollaboratív tevékenység. A gyakorlatban ez hogy néz ki, hogy önök kidolgoznak egy módszertant, amit később majd az intézménynek átadnak, hogy tessék ezt használd, vagy
esetleg tanárokat is kirendelnek, vagy erre megfelelő pedagógusokat, személyeket, hogy ők vigyék véghez ezeket? Tanártovábbképzéseket szerveztünk, nagyon sok 167 szám szerint tanártovábbképzést bonyolítottunk le 2 év alatt, ez 18 és 19-et jelenti. Nem csak a megyében, hanem Hajdú-Bihar megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is megfordultunk, és azok az iskolák, akik ezt a bizonyos 120 órás komplex alapprogramot tanártovábbképzés formájában elsajátították, és a pedagógus körnek a 80%-a részt vett a képzésen, ott bevezetjük a módszertant. A bevezetés az azt jelenti, hogy bizony át kell egy picit dolgozni az iskola oktatási programját. Mi viszont mentoráljuk őket, tehát egy éven át az egyetem oktatói vagy a gyakorló iskola tanárai, mert együtt végeztük a fejlesztést is és a továbbképzést is, mentoráljuk ezeket az iskolákat. A fogadóképesség milyen az intézmények részéről? Gondolom, akkor önök megkeresik őket. Igen, megkerestük őket tankerületeken keresztül, együttműködési megállapodásokat kötöttünk. Megmondom őszintén, a képzéseink miután június második fele és augusztus második felében zajlottak, tehát amikor már a pedagógus azt mondja, hogy na végre szabad vagyok, és akkor mi közöltük velük, hogy 8 napot még igénybe vesz a továbbképzés, nem igazán örültek. Viszont nagyon jó a visszajelzés, és az eredményeink a minőségbiztosítási keretekben működtetett visszajelzéseink azt mutatják, hogy nagyon elégedettek a pedagógusok. Maga a képzésünk arról szól, amiről az egész projekt játékosan, élményszerűen, gazdagon, motiváltá tenni a pedagógusokat, és majd ők a gyerekeket nyilván megtalálni azokat a pontokat, ahol dolgozhatunk esetleg a pedagógus kiégettség ellen is. Nagyon fontos. Hány embert sikerült eddig bevonni? Most akkor nem pedagógusokra vagyok kíváncsi, hanem... A pedagógusok? Nem a pedagógusokra vagyok kíváncsi, hanem a diákokat, akkor hány diákot sikerült elérni? Azt nem tudom megmondani, 20 iskolában már beindítottuk a programot. Viszont a 20 iskola az azt jelenti, hogy felmenő rendszerben, vagy elsőtől negyedik osztályig az iskola vállalta, vagy azt mondták, hogy ötödikeseknél és a felső tagozatban is bevezetik. Van olyan iskola, amelyik teljes egészében mind a 8 osztályban bevezette. Van, aki óvatosabb volt is, azt mondta, hogy a második osztályban, mert az elsősöket nem zavarja meg még ezzel a módszerrel, holott meg lehet őket szólítani, nem zavarja meg a módszer a gyerekeket. Tartalmakhoz nem nyúltunk, csak a tudás átadásnak a formáját változtattuk meg. Tehát megszűnik az a frontális, hagyományos tudás átadás módszer, játékosan, együttműködve, mint a pedagógus egy kicsit menedzselni az osztálymunkát. Még nem ért véget a projekt, még vannak szakaszok? Igen, vannak, nagyon fontos szakasz még hátra van, a bevezetés még egy évet érint, tehát a 20-as 21-es tanévben még bevonunk intézményeket, még a képzésbe is bevonjuk az intézményeket, hiszen még nem teljesítettük a feladatunkat a tekintetben sem, és a záró eleme pedig ennek a programnak az, hogy tapasztalatainkat visszacsordogáltatjuk a tanárképzésbe és a tanár továbbképzésbe. Tehát Nyíregyházáról már jövőre nem megy úgy ki hallgató, hogy mondjuk a projekt alapú ismeretátadás LEGO eszközökkel című tantárgyról ne tudna valamit, illetve magát ezt a komplex alapprogramot, ha csak vázatosan is, de ne ismerné. Tehát akkor ez egy olyan projekt is lesz, ami mondjuk 2021-ben a véget ér, ennek ellenére ezeket a módszertanokat továbbra is lehet tudni használni. Feltétlenül erről szól, hiszen egy hosszú távra rendezkedünk be azokban az iskolákban, ahol beindítottuk a módszertant, viszont ezek az iskolák, miután kialakul egy hálózat, egy országos hálózat, ezek az iskolák majd továbbadják azoknak az intézményeknek, akik csatlakozni kívánnak. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.